A vértes somlói német nemzetiségi hagyományokkal ismerkedhetnek meg az idei esztendőben a Kunidomokos Múzeum látogatói. A település egy gazdag gyűjteményt is hozott magával Tatára, amelyen keresztül megismerhető a somlói svábok egykori élete. Az az igazság, hogy van Somlón egy tájházunk, és a tájház vezetője azt mondta, amire szükségünk van, azt onnan el lehet hozni. Aztán az iskolának is van egy gyűjteménye, ők is szívesen felajánlották. Ugyanúgy a német nemzetiségi óvoda vezetője is azt mondta, amire szükségünk van, azt mind elvihetjük. Ezzel kezdődött. Amit nem találtunk sehol, elmentünk azokhoz az emberekhez, akik ilyesmivel foglalkoztak régen, ugye aratás, kenyérsütés, ez az, és a padláson összekeresték még a hiányzó dolgokat. A vendégségben a Múzeumban című programsorozat 2011-ben Tarjánnal indult útjára, azzal a céllal, hogy élettel töltse meg a Német Nemzetiségi Múzeumot. Annyira jól sikerült ez a program, hogy most már nem is kell, hogy mi kérjük fel a településeket, hogy jöjjenek el ide a múzeumba, hanem gyakorlatilag maguktól szerveződnek, és a megyei, Komárom-Esztergom megyei német önkormányzati üléseken évről évre el tud dőlni az, hogy ki jöjjön ide a Német Múzeumba, és mutatkozzon be. Hát közel egy éven keresztül, ez főként az évnek azt a legnépszerűbb időszakát kell alatta érteni, ami a tavasztól az őszig terjedő időszak. Most a mai napon Vértes Somló kiállítása nyílik majd meg. Ez a kiállítás, ez az előző évektől egy picit eltérő lesz, hiszen az előző években igyekeztünk arra törekedni, hogy kicsit mindig más oldalát mutassuk meg egy-egy településnek, Vértes-Tolna esetében a fotókkal, Kecskéd esetében egy kicsit az iskolai életnek a bemutatásával. Vértes-Somló azonban egyszerűen egy hihetetlenül gazdag anyaggal készült fel erre a kiállításra, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy nem húzunk le belőle semmit, hanem minden, amit ők szeretnének magukról megmutatni a múzeumban, az most meg tud jelenni itt a földszinti kiállítótérben. Vértes-Somló 4 alkalommal mutatkozik be a sorozat keretében, legközelebb májusban, majd júniusban, végül szeptemberben várják az érdeklődőket.